Ez a lakásvásárlatos csatorna, szeretettel köszöntöm Önöket. Mai műsorunk második részében a társasági kamerákról ejtünk majd néhány szót. Nagyon izgalmas lesz egyébként, hogy hogy lehet használni, mire lehet használni, mikor. A műsor első részében pedig a Balatonra kapcsolunk majd. Az előző adásban Kaposváron jártunk, ahol nagyon érdekes dolgokról számolt be Tóth Valéria ingatlan közvetítő. Hihetetlen módon megemelkedtek a lakásárak és a bérleti díjak. Na vajon mi a hely? Megvolt az oka is ennek természetesen, hiszen épül egy üveggyár, mert Kaposvár rendkívüli módon fejlődött az utóbbi időben. Na de mi a helyzet a Balatonon? Ezzel mindig szívesen foglalkozunk, és itt télvíz idején különösen izgalmas. Az információ jutott el hozzám tőled, Béla, de máshonnan is hallottam, hogy ismét megérékült a kereslet a régi házak, lakások iránt. Igaz? Ez így van. Volt egy pillanatnyi szívdobbanásunk, hogy novemberben, december elején eléggé lecsökkent a kereslet, és eléggé csökkent az érdeklődés is. Hála Istennek ez januárban beindult, és azt látjuk, hogy nagyon sok új lakás, illetve nyaraló épült, de azt látjuk, hogy most elsősorban inkább a használt ingatlanokat nézik az emberek, talán ez jobban megfizethető, illetve benne vannak az új építők, új lakásokat építő cégek, vállalkozások egy olyan, nem mondom, hogy csapdában, de egy olyan kényszerhelyzetben, hogy bizonyos ár alá már nem mehetnek, tehát nem tudnak menni alá menni, mert ugye adott, hogy azért annak idején egy másfél év, amikor elkezdték építeni, akkor jóval magasabbak voltak például az építőanyagok árai. Tehát, és ezeket beépítették, és most kénytelenek akkor inkább egy kicsit kivárni, vagy több kedvezménnyel értékesíteni. És talán ezért kicsit fellendült a használt ingatlanok iránti érdeklődés. Na, mielőtt belemegyünk ebbe a részletekbe, mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy Békési Bélával beszélgetek, aki a Magyar Ingatlan Közvetítők és Értékbecslők Egyesületének a vezetője, szakszövetségének a vezetője. Úgyhogy Béla, folytassuk akkor innen, hogy a régi házak iránt ugye megnőtt a kereslet emiatt. Is. Illetve a csokra alkalmas házak, és ugye Balaton lelle az végül is egy 5000 fő alatti település. A szívem csücske egyébként, mert itt minden egyben van. Tehát borzasztója a megközelítés Budapestre, egy gázfőssel le tudunk szaladni. Itt van Kaposvár, ugye ott pont előtte beszélgettünk vele, hogy ott ugye milyen új munkalehetőségek lesznek. És Balatonnak, ennek a déli partnak közepének borzasztója az ellátása. Tehát itt van egy csomó nagy áruház, ABC-k, szolgáltatások, tehát egy rendkívül jó az iskola. Tehát az én gyerekeim ide jártak iskolába, és, illetve középiskolába, és egyszerűen csak jókat tudok róla mondani. Óvoda, bőrsődő, tehát ez minden rendben van. És ez egy nagyon vonzó, főleg a fiatalok számára, akik esetleg Pestről gyermekvállalással szeretnének egy kicsit nyugisabb, vidékiesebb, de mégis olyan színvonalasabb helyre jönni, és akkor megtalálják Balatonlelét, és ha csokkot sikerül intézni, akkor meg pláne, akkor együtt van minden. Ez azért érdekes, hogy nagyon sokan Siófokig mennek el, addig látnak. Érdekes, amit mondasz, hiszen Lelle Siófoktól egy 20-30 kilométernyire van, tehát igazából nem nagy távolság, az egy 5 perc, 10 perc autóval. Itt volt az ideje egyébként, hogy felfedezzék ezt a területet. Na, de nagyon érdekel engem az, hogy a csokot említetted, a csokban óriási változás történt, ugye, mert megszűnt a vissza nem térítendő támogatás, ugyanakkor 3%-os, tehát alacsony kamatra akár 50 millió forintot is föl lehet venni. Ez viszont egy szűkebb réteget érint, viszont a balatoni árakhoz képest ez azért hát talán még megfizethető, elérhető valami. Ugye? Igen. Igen, és meg is voltunk döbbenve, hogy eszméletlenül fölmentek az árak, tehát volt egy időszak, amikor nagyon beindult, hát ezt tapasztalta mindenki, Budapesten főleg, itt a Balatonon, és tényleg azon gondolkoztunk, hogy vajon lesz olyan fiatal, aki tud élni ezekkel a lehetőségekkel, csak hát ugye
a kritikája a Csoknak, hogy ugye akkor a ingatlanpiac az árakat nagyon fölmozdította. Na de ha nincs támogatás, akkor meg nincs vásárlás is. Tehát azért ez egy ilyen dolog, ez így alakult. De a lényeg az, hogy a fiatalok, kimondottan a fiatal házasok, akik felelősen gyermeket szeretnek vállalni, azért az nem biztos olyan nagy opció, hogy a nyolcadikról minden egyes lélegeztetés, vagy levegőztetéskor a kisbabát leviszik, beöltözik az egész család, meg innen, és utána lecucolni. Itt csak simán kiengedik az udvarba, és akkor játszik a kisgyerek, tehát ez egy borzal. És mivel jó az ellátás, jó az iskola, nagyon jó a pozíciónk ebből a szempontból. Érdekes, amit mondtál a régi házakkal kapcsolatban, mert valóban nagyon sok régi ház is van, miközben megújul a Balaton és a Balaton part, hiszen rengeteg új épület, rengeteg új lakóépület emelkedik, akár a part mentén is, vagy közel a parthoz. De miért ez a nagy érdeklődés? Olcsóbban lehet hozzájutni ezekhez a régi házakhoz, amik azért lepusztultabbak nyilvánvalóan? Igen, tehát itt most itt ezen a piacon olyan 3-400 ezer forinttól a 2,5 millióig, tehát ez a sáv, ami négyzetméter árakban van. 3-400 ezer mit lehet kapni? Hát igen, az olyan. Az olyan is. De nem a parton, ugye nem a part közeli részben. Nem a parton. Akik itt laknak egyébként a Balaton, a számunkra nem annyira a lényeg, hogy parti legyen, hiszen iskola, önkormányzat, közintézmények azok bejebb vannak a parttól 1-2 kilométerre, és itt is nagyon jó részek vannak. Uh-huh. Mindig kialakul egy újabb ilyen lakótelepi rész, de térjünk vissza a használatokra. A használt ingatlanoknak ugye azért megvan az előnye, hogy egyrészt olcsóbb, másrészt pedig már egy kialakult dolgot lát maga előtt az ember, és mondjuk íróasztalról nem mindenki tud úgy vásárolni. Tehát bemennek, ugye, mert nagyon sok olyan valamilyen előértékesítéssel, amit új lakást úgy értékesítenek, ami viszont ugye magasabb áron van, de a használt ingatlan az meg ott van, hát egy viszonylag hozzáértő szakemberrel azért, ha megnézzük, azért például akár még a Kádár kockák is, amiről régebben beszélgettünk is, rendkívül jó használatok. Azoknak nem is találtam azóta, most megint divatba jöttek. Hogy mondod, bocs, mondd még egyszer, belebeszéltem. A Kádár kockáknál jobb belső elrendezési ingatlanokat nem is találtam. A borzasztó, egy nappal és körbeveszi a többi helyiség, és ez most valahogy egy kicsit másképp van. Most minden reneszánsza lenne a Kádár kockáknak, nem azt mondom, majdnem az ő korszaknak, de nem a kockáknak. Viszont ami érdekes az az, hogy ugye a használt lakásoknál, vagy a régi lakásoknál az energiafelhasználás sokkal erőteljesebb, tehát elég nagy beruházás kell ahhoz, hogy energetikailag megfeleljen a modern követelményeknek, és most már az EU-s előírásoknak is. Hát igen, meg nem is árt az, mert annak idején azért nem foglalkoztak ennyire a szigeteléssel. Régebben olcsó volt a gázolaj, olcsó volt a gáz, úgyhogy fűtöttek ezerrel. Én egy ideig gondolkoztam, hogy mit fognak csinálni ezekkel a nagy tetőteres házakkal, ha a gyerekek elköltöznek, nem lesz annyi vendég. Hát most megvan, tehát most nem a Kádár kocka, hanem az utána a következő generációs házakról beszélek, de azért megvan, tehát ezeket gyönyörűen le lehet szigetelni, és annak idején azért ugye, hogy beszéltük is, hogy ott még volt egy kis beton, meg minden, tehát azért nem loptak ki mindent belőle, és nem, mintha most azt csinálnák, csak ez így a Kádár érából ugye eszembe jött, hogy azért megcsinálták normálisan azokat az ingatlanokat, az egy nagyon jó alap egy további felújításra, illetve egy fiatal párnak, kezdetnek tökéletes lehet. Úgyhogy ez az egy, bocsánat, igen, a másik mondjad, pedig a nyaralók, igen. Tehát a használt nyaralókat is én azért úgy nem felejteném el, mert még egy új nyaralónak az ára az 1,5 millió-2 millió forint körül van egy per nézetméter, addig egy használt az 500-800-1 millió körül van, és mondjuk az tényleg minél kisebb a nyaraló alapterülete, annál magasabb az ára, de hát ez érthető is, hiszen egy nagyobb területet ugyanannyi csap, meg mosogató, meg szerelvényezés kell, tehát így fajlagosan magasabbak. De még mindig itt vannak, nekünk például 30 millió alatti nyaraló árak vannak, ami nem nagyon van a piacon máshol. Tehát pedig egyébként Balaton lelle, bocsánat, még hogy annyit el kell mondanom, hogy Balaton lelle az egyrészt Budapesttől nincs messze, se Pécstől, se Kaposvártól, viszont
minden jó ellátottsággal. Nekem Siófok az egy kicsit már sok. Hát ez egy város lett, igen, az már egy bizony Budapesten. Igen, és nem érzem annyira jól ott magam, de egyébként remek város, csak én sokkal jobban érzem itt Lenin Bogláron, meg fonyolodom magamat, és azt ajánlom is mindenkinek. Hát oda születtél nyilván, jó, persze, tehát hazahúz a szíved, ez nyilvánvaló. Ugyanakkor nagyon érdekel az, hogy 30 millió forintért mit lehet kapni? Mert említetted a 30 millió forintot. Hát 30 millió forintért lehet venni 25-30 négyzetméteres nyaralót. És ez leginkább azért szezonális ingatlan, de most már van az a tendencia, hogy ezeket a nyaralókat, amiket novemberben lefagytalanítottak, és áprilisban majd újraindultak, akkora nagy a téli mozgás is itt a Balatonon, olyan rendezvény, pont most hétvégén is lesz, előtt, tehát mindig van valami rendezvény, és annyian jönnek le, és akkor az igény rá, hogy akkor legyen egész éves, még akár a nyarulnak üzemeltetés, és most már kezdenek el ráátállni. Szóval akkor pörög a Balaton, nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy ugye? Béla, akkor sok sikert kívánok erre az évre, mert gondolom, hogy azért az nem túl nagy baj, hogyha az adásvételek száma nagyobb lesz, mint tavaly volt. Úgy legyen, igen. Rendben, Béla, nagyon szépen köszönöm, a rendelkezésünkre álltál. Szóval jó munkát kívánok. Szia. Minden jó. Sziasztok. Ha velünk maradnak, akkor most hát nagyon izgalmas dologról beszélgetünk, a kamerákról, de nem ezekről, amik a stúdióban vannak, és nézek szembe velem farkasszemet, hanem amiket a házakra építenek, szerelnek, hogy ezek hogyan működnek, milyen intimitásokat is tartalmaznak, egyáltalán milyen jogszabály vonatkozik erre. Ezzel folytatjuk. Klausz Kinga társasági szakértőt köszöntöm a stúdióban. Szervusz, Kinga. Szervusz, Laci. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm. És a téma, amit már beharangoztam az előző beszélgetés végén, az nagyon izgalmas, azt gondolom, és nagyon sokakat érdekel és érint. Egyáltalán a kameráról van szó, akkor az mindig izgalmas. Méghozzá a társasházakon, illetve a házakon felszerelt kamerákról. Milyen jogszabályok alapján lehet felszerelni? Hogyan működik ez, mit tekinthető meg, mi számít szabálytalannak, mi számít intimnek, és azért beszélgetünk egy-két olyan izgalmasabb dolgról is, hogy mondjuk ismert embereket megfigyelhet-e a kamera, vagy sem. No, kezdjük a jogszabályoknál. Hol és hogyan lehet felszerelni kamerát? Köszönöm a kérdést, ez valóban mindig izgalmas a kamera kérdés, mint egyébként sok más és a társasházaknál. Kamerát felszerelni, hogyha még nincs az épületen és már működik az épület, akkor a közgyűlés hozzájárulásával lehet. Ráadásul elég szigorú a szabály, egy kétharmados határozattal lehet eldönteni a szerelést, pontosabban az üzemeltetést. A kétharmad az azt jelenti, hogy az összes tulajdoni hányadból számolt kettőharmados többségnek kell egyetérteni a kamerarendszer szereléssel, üzemeltetéssel. Bocsánat, csak egy zárójeles beszúrás, hogy az új házaknál, társasházaknál szinte kötelezően be is építik a kamerát, tehát úgy adják át. Igen, az új építésű házaknál ezt a kört meg lehet spórolni. Ennek az egyik alapfeltétele az, hogy a tulajdonosok, amikor megvásárolják az ingatlanjaikat, akkor tudomásuk legyen arról, hogy itt egy kamerarendszer üzemel, és a későbbiekre vonatkozóan nem árt, hogyha a közös képviselőnek van valamiféle dokumentuma arról, hogy ez valóban így is történt. Mondok egy példát a napjainkból. 15-16 éves a társasház, működik, az építéskor már felszerelték a kamerákat, tehát nincs közgyűlési határozat, viszont történt egy káresemény, aminek kapcsán szükség van a kamerafelvételekre. Ugye a kamerafelvételeket, és rátérnék a következő mérföldkőre, kamerafelvételeket a rendőrségnek lehet kiadni, illetve a bíróságnak lehet kiadni, és ezt is megfelelő végzések birtokában lehet megtenni, jogszerűen teszem hozzá. Nos, amikor egy ilyen felvételt kiadunk, azért jó közös képviselő körülnéz, hogy biztos minden rendben van, biztos minden szabályt betartottunk, és hogyha esetleg előfordul véletlenül, hogy valamit pótolni kell, hogy akkor ezt gyorsan meg is tegyük. Hol vannak a kameraképek? Bocsánat. Igen. Ez nagyon lényeges. A kameraképek azok a társasházakban, egy rögzítő központban vannak, amik az esetek többségében egy elzárt szekrényben, jó esetben egy vandálbiztos szekrényben vannak. Ki juthat hozzá?
Vagy pillanat, hogyha van őrzővédő cég, akkor például a recepción az őrzővédő szolgálat nézi az élőképet, és valahol ott van egy elzárt szerver, amire rögzítik a felvételeket. Ezekhez a felvételekhez mentési célból például a kamerarendszernek az üzemeltetője vagy adatvédelmi felelőse juthat hozzá, tehát rögzítéskor ő végzi el ezt a munkát. Ezeket a felvételeket zárolni szükséges, és a zárolt felvételeket pedig a rendőrség, illetve bíróságnak határozatért cserébe kiadni. Meddig őrzik meg? Meddig kötelező megőrizni? Változó. Alapvetően az érdekmérlegelési tesztben kell meghatározni, hogy mennyi ideig lehet ezeket a felvételeket őrizni. A régi bevált vagy bevett szokásuk, ez a 72 órás őrzés, ez régen volt egy szabály, ami nagyon sok esetben megmaradt, és nem frissítették ezeket a szabályokat. 3 nap, 5 nap, 15 nap, attól függően, hogy valóban az érdekmérlegelési tesztben hogyan rögzítik ezt a szabályt. Ez az érdekmérlegelési teszt egyébként része az adatkezelési szabályzatnak, illetve a tájékoztatónak, amiket egyébként az SMS-ben rögzíteni kell. Ez egy nagyon fontos kérdés. Amikor elkészül egy ilyen szabályzat, ugye a törvény szerint ezt az SMS-be kell foglalni, tehát rendszerint egy szervezeti és működési szabályzat módosítást kell eszközölni. Igen, nagyon lényeges, ugye mondtad a 3 órát is, vagy 3 napot. 3 napot. Ugye, mert ha valamilyen dolog történik, akkor 3 napon belül ez észrevevődik, tehát ezt észre venni, és akkor viszont elő lehet venni még. De hogyha 3 napon túl jön rá valaki valami turpisságra, akkor ez ebben az esetben elvész ez a történet. Igen, ez sajnos előfordulhat. Hogyha új kamerarendszert kell kiépíteni, úgy dönt a társaság. Egyébként szoktak? Tehát szoktak igen. Így dönteni? Igen. Védelmi, biztonsági szempontból alapvetően gondolom. Igen, társasházra közös terület megfigyelése céljából kizárólag vagyonvédelmi, személyvédelmi, illetve összességében biztonsági szempontból lehet kamerákat szereltetni. Ilyenkor nagyon fontos arra figyelni, hogy például a kamera az nem nézheti a tulajdonosoknak az ajtóját, vagy az ablakát. Kérdezted, hogy milyen intim helyzetek igen. vannak, ugye? Tehát nem nézzük a szomszédházban a hálószoba ablakot például, illetve hogyha előáll az a helyzet, hogy a kamerát csak úgy lehet elhelyezni, hogy beleesik a látószögébe egy ablak, egy terasz, egy privát terület, akkor azt ki kell takarni. Tehát van rá megoldás, ezek műszaki megoldások, maszkolásnak hívják, vagy satírozásnak, kitakarásnak ezt az eljárást. Hova szerelnek fel általában kamerákat? Ugye a kapuhoz, a bejárathoz nyilván szoktak, kijön be, kimegy ki. Van olyan, hogy a házon belül is elhelyeznek kamerákat? Igen, igen. A leggyakoribb nyilván a bejáratoknak a figyelése, de van a kezelésemben olyan lakópark például, ahol a kukatárolókat nézi a kamera. Ennek elsősorban egy elrettentő funkciója van. Uh-huh. Bizonyos esetben lehet szabálysértési eljárás, tehát illegális szemétlerakás miatt szabálysértési eljárást is indíthatunk, amikor a hatóság részére ugyanúgy kiadható a felvétel, de jellemzően inkább a bejáratokat figyeljük. Igen. Liftekben szokott lenni még kamera. Az milyen célból? Szintén vagyonvédelmi célból. Nem ritka, hogy a hívópanelt megrongálják, vagy az ajtót kifeszítik, úgyhogy ilyenkor azért kifejezetten jól jön. Mi vezethet egy társasházat arra, hogy kétharmados döntéssel felszerelje ezt a házat? Megelőzhetik olyan lopások, betörések, Vagy egyáltalán csak a félelem, vagy a biztonságérzet megalapozása? Jellemzően egy káresemény után jut a lakóközösség arra a döntése, hogy hajlandó szabályokat elfogadni, hajlandó beruházni, és hajlandó hosszú távon rendszeresen fizetni az üzemeltetőnek. Mert ugye üzemeltetőnek megbízni csak erre szakosodott céget lehet, ennek kifejezetten vannak szabályai, hogy milyen vállalkozás vagy személy láthatja el ezt a funkciót. Esemény nélkül nem nagyon szokott eszébe jutni az embereknek, hogy kamerát szereltessenek. Az első
kellemetlenség után, jön ez elő, hogy akkor na, mennyibe kerül egyébként egy kamera, vagy kamerarendszer? Mert ugye több kameráról is szó lehet. Nehéz lenne a számokkal dobálózni, és nem is szoktam általában. Én azt mondom, hogy egy kamera egy darab fejegység, 30 ezer forint plusz áfa körüli összegben mozog, de ez sok mindentől függ attól, hogy milyen minőségű, látéjjel vagy nem látéjjel, kültéri vagy beltéri kamera, tehát nagyon sok mindentől függ az ára egy kamerának, illetve attól is függ, hogy a rögzítőközpont az mekkora lesz. Ugye nem mindegy, hogy egy rögzítőközpont 3 kamerát szolgál ki, 8-at, 16-ot vagy még annál többet. Ezeknek a berendezéseknek az ára nagyon eltérő tud lenni. Igen. Említetted korábban, hogy vannak olyan társasházak, ahová járnak ismert emberek. Ezek lehetnek politikusok, színészek, bármilyen ismert emberek. Itt vonatkozik-e bármilyen megkülönböztető jogszabály? Nyilván nem a jogszabály egységes kell, hogy legyen, ugye normatív, ezt tudjuk. Igen. De van-e valami különbségtétel ebben az esetben, mert azért ez kényes terület tud lenni? Társasházi szinten a társasházakban megforduló híres személyek általában a privát dolgaikat intézik, tehát nem egy intézményben vannak, hanem általában. A jogszabály, ahogy mondtad, mindenkire egyformán nézve kötelező és egyenlő, ilyen szempontból nincs különbség. Az érzés a kezelőben az változhat, ugye? De egyébként nincs különbségtétel, nincs. Nyilván a visszaélésnek a lehetősége megvan, de tapasztaltál-e olyat, hogy ezzel visszaélnek? A kezelők nyilván, mert ugye náluk van a felvétel gyakorlatilag. Nem tapasztaltam ilyet, de ha ilyen lenne, akkor ezt egy adatvédelmi incidensnek neveznénk, ami pedig azzal jár, hogy a kisebb szinten azt mondom, hogy a jegyzőhöz lehet fordulni, ugye a társasházak fölötti felügyeletet a helyi jegyző látja el, a jegyzőhöz lehet fordulni ilyen esetben, illetve az adatvédelmi hatósághoz lehet bejelentést tenni, és bizony-bizony egy hatósági bejelentés vagy eljárás során azért elég szigorú a vizsgálat, és bírságolnak elég magas összegekkel. Tehát, ami oda eljut, az már súlyos. Mit tapasztalsz, hogy mennyire hatékony a kamera rendszer működtetése, vagy akár csak egy-két kamera beállítása? Megéri-e vagy sem ez a kérdés? Teljesen változó. Az esetek többségében azt mondom, hogy megéri. Elsősorban van egy elrettentő ereje egy kamerának. Az látszik is, hogy ott van. Különösen, ha még valamilyen fényjelzés mutatja, hogy működik is a kamera, vagy látszik, hogy be van kötve tényleg, tehát ahhoz, hogy eljussak a kamerához, ahhoz már fölvesz. És nem tudhatom, hogy ez a felvétel helyben van rögzítve, amihez mondjuk hozzáférek, vagy valahol egy felhőn, amihez sosem fogok hozzáférni, tehát nem lehet eltüntetni. Egy elrettentő ereje mindenféleképpen van a kameráknak, illetve nem szabad megfeledkezni arról, hogy manapság a kameráknak a felszerelése, vagy léte, működése, az egy ingatlan érték növelő tényező. Tehát pontosan a biztonság miatt. Igen. Igen, és ma már ugye olyan kamerák is vannak, amelyek akár 360 fokban néznek, vagyis mindent látnak. Egyrészt mindent látnak, másrészt van, amelyik éjszaka is lát, van olyan, amelyik színes felvételt tud készíteni, és már olyan kamera is van, ami hangot is rögzít. Tehát, hogy egészen széles skálán mozognak ma már a kamerák, igen. Magyarán, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor te tudod ajánlani a kamerák használatát és felszerelését a társasházakban. Határozottan. Bizonyos, nyilván összeghatáron belül, amit bír a társasház. A kameráknak a létesítését, ha még nincs, illetve hogyha van, de már nagyon régi, és már nem jól működik, vagy gyakran meghibásodik, akkor ezeknek a felújítását határozottan tudom javasolni, igen. Inga, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk erről a érdekes témáról, azt gondolom. Várok egy következő alkalommal majd, hiszen társasházakkal kapcsolatban mindig tudunk miről beszélgetni. Rengeteg témát tudok hozni, köszönöm szépen a meghívásodat. Örülök, hogy itt voltál. Önöknek köszönöm a figyelmet ezúttal is. Lakásvásárra legközelebb egy hét múlva találkozhatok itt a Hatós csatornán. Addig is a viszontlátásra. Minden jót!